Az életmentést gyakorolták három alakulat, a II. Rákóczi Ferenc műszaki ezred, a Honvéd tűzszerész és hadihajós ezred, illetve a Vitéz Bertalan Árpád különleges rendeltetésű ezred katonabúvárai Szentesen. Az éves mentőbúvár tanfolyam egyik különlegessége az volt, hogy a civilek kiemelésén túl a bajba jutott búvárok kimentését is gyakorolhatták a résztvevők. A tanfolyamon mindezek mellett a fuldokló könnyű, illetve nehéz búvár mentését is gyakorolták, ami különleges feladatnak számít a kiképző altiszt szerint. Nem mindig a part mellett szoktak eltűnni a búvárok, hanem általában jó messzire a parttól, vagy hajóról, így mindenféleképpen az egyik vizsgafeladat az, amikor 50 méter távolságra el kell úszni a mentendőhöz, őt föl kell hozni a víz alól, majd az 50 métert vissza kell úszni. Mindezt 7 perc alatt. Ráadásul a katonáknak arra is készülniük kell, hogy hadi eszközökről, illetve eszközökből emeljék ki bajba jutott társaikat, ezért nem elegendő az elméleti ismereteket kiválóan megtanulni, fizikailag is készen kell álljanak a kihívásokra. Mi ezt nagyon sűrűn alkalmazzuk, ezeket a technikákat. Ugye egy évben két alkalommal is van mentőbúvár tanfolyam. Erre egy példát tudok mondani, amikor én legutóbb mentettem, úgy fogtam föl, hogy ez csak egy gyakorlás. És semmi extra nem volt benne, mert sok gyakorlás van a háttérben.